Ez egy olyan terület, ami óriási kihívást jelent a klinikai gyakorlatban is. Számos fájdalom állapot nem kezelhető megfelelően a jelenleg elérhető fájdalomcsillapítókkal, és nagyon sok olyan krónikus, idült, gyulladásos megbetegedés van, ami az izületeket és főleg a légutakat érinti, amelyre a jelenlegi gyógyszerek vagy valóban nem elég hatásosak, vagy olyan mellékhatásokat okoznak, amelyek miatt hosszú távon nem lehet őket használni. Ha megvannak a célmolekulák, akkor utána pedig ezekre vegyészekkel, kémikusokkal együtt tervezni lehet olyan vegyületeket, amelyek már gyógyszerjelöltként is viselkednek. Van 2-3 olyan vonal is, amely már az úgynevezett preklinikai, tehát az emberek előtti fázisban ott tart, hogy egy ilyen preklinikai dokumentációt össze tudunk állítani, és egy olyan vegyület van, úgy hívják ezt a molekulát, hogy szomatosztatin, aminek az analógiájára már a vegyészekkel olyan vegyületeket sikerült találnunk, amely már az embereken is ezt a bizonyos fázis 1 vizsgálatot sikeresen passzált, ami azt jelenti, hogy bizonyították, hogy nem káros, nem toxikus, és most ott állunk, hogy a hatást kell bizonyítani klinikai vizsgálatokban. Az elmúlt mondjuk 6-8 év volt az, amikor már nagyon célirányosan a saját kis kutatócsoportomat alakítottam ki, és szerencsére most egy nagyon szép, nagy létszámú csapattal dolgozom, tele fiatal, ambiciózus kutatótársakkal, hallgatókkal és graduális és PhD hallgatókkal. Bennem óriási lelkesedést jelent ez az egész téma, és a kíváncsiság az, ami vezérli, és én nagyon jól érzem magam, és azt hiszem, hogy ez az a vonal, ami nekem rendeltetett.